A Dunakanyar Kortárs Zenei Fesztivál keretében rendeztek kortárs kamaraestet a Dunabogdányi Művelődési Házban. A Dunabogdányi zeneszerző Kutrik Bence által szervezett hangversenyen az ő és más zeneszerzők művei mellett két ősbemutató is felcsendült. A kortárs zeneszerzők műveit bemutató kamaraest a Dunakanyar Kortárs Zenei Fesztivál keretében jött létre. A Dunabogdányi zeneszerző zongoraművész Kutrik Bence szervezésében. A darabokat a jelenlévő zeneszerzők mutatták be, és a Musiciens Libres kiváló zenészei tolmácsolták. Elsőként Hollós Máté műve, a Pasztel Trió csendült fel fuvolán, hegedűn és gitáron. Ezt Balogh Máté hárfára és klarinétra írt műve követte. Drahos Rebeka fuvolán, Szűcs Péter klarinéton, Mohai Bálint fagotton, Környei Miklós gitáron, Bábel Klára hárfán, Pregun Tamás zongorán, Osztrosics Éva pedig hegedűn játszotta a kortárs zeneműveket. A Dunabogdányi gyökerű zongorista Kutrik Bence ezúttal egy hazánkban elsőként megszólaló művét hozta el. Ez egy régebbi darab, hát nem annyira régi, 17-ben íródott, és azért magyarországi bemutató, mert a Bécsi Konzervatóriumnak van egy nemzetközi zeneszerzés versenye, ahová egy ilyen 4 és 5 perc közötti szólozongora darabot kell írni. Ezt minden évben meghirdetik. Egyetlen egy díj van, ugyanis egy darabot keresnek. Madarász Iván In Memoriam című darabja egy egészen különleges hangszer összeállítású duóval érkezett, mely darabot egy személyes kapcsolat ihletett, mondta el a szerző. A fuvolás és a fagottos zeneakadémián, azóta már művészek, zeneakadémián hallgatón volt, és ők kértek, forszírozottan kértek, hogy írjak nekik az ő duójuk számára egy darabot. Ezután egy szóló hárfa darabot hallhattak a nézők, majd Tóth Péter őszi szonáta című zongorára és hegedűre írt művét vezette fel, mely, mint mondta, nevéhez hűen egy kissé szomorkás hangulatú. Három tételes, első tétel egy gyors tétel, második meglehetősen depressziós, és a harmadik pedig az első tétel témáját dolgozza fel. A borúsabb hangulatot egy virtuóz hegedű darab követte. Ezt követően a kamaraest résztvevői Fekete Gyula fuvolára és hárfára írt zenedarabját hallhatták, melyet Pirámusz és Tiszbé története ihletett. Ez a Pirámusz és Tiszbé az előképe a Rómeó és Júlia történetnek. Úgyhogy ezt a
bánatos, szomorú történetet próbáltam hárfán és fuvolán megmutatni. Az est végén két valódi ősbemutató következett. Az első Bánkövi Gyula, a Duna című műve. Ez a kompozíció az első kirándulás a számomra az úgynevezett minimal musicban. Mindig is nagyon izgatott, hogy ezek az egyszerű zenei faktúrák miként működhetnek olyan sikeresen, akár filmzenében, akár koncerten. Tehát nagyon kevés mozgással viszonylag nagy időfelületet lefedni. Hát természetesen nem tudtam saját bőrömből kibújni, ezért nem csak minimál műzik van benne. A záródarab Ott Rezső, Akarsz te játszani? Című műve volt. Mohai Bálint kiváló fagotos mesternek az invitálására lépnek be a különböző szólamok. Ő mutatja meg a groove-ot, úgymond az a darabnak a lüktetését, az osztinátókat ő indítja el, majd ő is ferdíti egy picit a hangzást gyakran a pentatonból egy kisebb, tehát egy kisebb-nagyobb atonális irányba. A szintén dunabogdányi gyökerű fagottművész, a kamaraesteket szervező Kutrik Bencének is megköszönte a munkáját. Bencének szeretné nagyon megköszönni személyesen is a falu nevében, hogy ezeket a koncerteket szervezi, mert igen nagyszerű előadások születnek meg, és ezt nem szubjektíven, hanem objektíven is kitállítani, és köszönöm. A bogdányi zeneszerző darabja után a kamaraest résztvevőit a zeneszerzőkkel és a zenészekkel közös beszélgetés és büfé is várta.